Kárpát-medencében olyan helyeken rendezzük ezt meg, ahol középkori várok vannak. A Körösvölgyi Sokadalom létrejöttének körülményeire a Mille centenárium időszakára emlékezett a rondellánál szerdán megtartott sajtótájékoztató Mlinár Pál, a Békés Csabai Balassi Tánc Együttes vezetője. Hangsúlyozta, az akkor több helyen megrendezett programok közül ma már kevés él, a gyulai viszont ezek közé tartozik. Hegedűsné Farkas Lilla, a Békés Megyei Néptáncosok Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy immár 12. alkalommal rendezik meg az Országos Gyermektáncfesztivált, amelyen csak nem 400-an lépnek fel. Ezt a programok sorában a Határmenti Összművészeti Fesztivál, majd a Békés Megyei Néptánc Gála követi. A rendezvény sikerének két fontos összetevője van Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke szerint. Az egyik a szervezők, a másik pedig a látogatók oldalán keresendő. 5-6 szervezet megpróbálja a saját humán és anyagi erőforrásait, eszközrendszerét mozgósítani, hogy ez a rendezvény megvalósuljon. Ugye ez az egyik siker. A másik siker pedig a látogatóknak köszönhető, akik a szívükbe fogadtak, most legyenek ezek gyulai lakosok, vagy éppenséggel itt nyaralók, szívükbe fogadnak, és mindig eljönnek. Görgényi Ernő gyulai polgármester kiemelte, a Várkertben pénteken kezdődő és 3 napon át tartó rendezvény illeszkedik a nyári gyulai idegenforgalmi szezonhoz. Ez a rendezvény az értékekről és a valódi népművészetről, az értékteremtő népi mesterségekről szól, amelyeket itt megismerhetnek a látogatók. Itt kiállítani, itt megjelenni elismerést és rangot jelent. A Körösvölgyi Sokadalom fő témája idén a szövés-fonás lesz. A látogatók bepillantást nyerhetnek egy hagyományos parasztudvar milliójébe, és megismerkedhetnek a népi kézműves mesterségekkel.